Az egymás szeretet nyelvén történő kommunikálás megmenthet egy kapcsolatot, de a hiánya tönkre is teheti azt. Ha sok a konfliktus, vagy úgy érzed, hogy a párod nem fejezi ki megfelelően az irántad való érzéseit, vagy te próbálkozol sokszor, de mégis hiába, akkor tarts velünk a mai szeretetnyelvek adásunkban. A mai vendégem Borbala Szabó Lilla, pszichológus. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük azzal, hogy mit is jelentenek a szeretetnyelvek, és miért annyira fontos, hogy tudjunk erről a jelenségről. A szeretetnyelv kifejezés szerintem fontos ezt így a legalapabb dolgoktól kezdeni. Gary Chapman nevéhez fűződik, talán sokan, akik elkezdenek ebben a témában kutakodni, ezzel a névvel találkoznak először. Ő egy házassági párkapcsolati tanácsadó, és ő az eddigi munkáinak a tapasztalatai alapján alkotta meg az öt szeretetnyelvet. A szeretetnyelv önmagában azt jelenti, hogy ahogyan ez adott ember kifejezi, illetve megéli a szeretetet. És ebből különösen a megélés fontos, hiszen tehát, hogy ez a megélés az azt jelenti, hogy mi miből érezzük azt, hogy szeretnek minket. És ugye mindenkinek elsődlegesen a párkapcsolatban betöltött szerepe jut eszébe, de ugyanolyan fontos lehet ez egyébként a szülő-gyerek kapcsolatokban, akár egy baráti kapcsolatban is. És hogy miért fontos, maga a szerző megalkotta az úgynevezett szeretett tank kifejezést, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hiszen nagyon jól szimbolizálja, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Tehát, hogy mindenkinek van egy szeretett tankja, ami, hogyha üres, azaz nincs tele szeretettel, akkor könnyen lehet, hogy ennek emiatt rossz döntéseket hozunk, tehát belemegyünk olyan kapcsolatokba, ami nem feltétlenül építő jellegű a számunkra. Ugyanakkor, hogyha tele van, akkor pedig jól működteti a motort, azaz jól működtet minket, és ezáltal kiegyensúlyozottak leszünk mi is az életünkben, illetve a párkapcsolatunkban is. Így zárójeles megjegyzésként, én is olvastam most Chapmannek a szeretetnyelvekről szóló, hát szerintem az első könyvét, és hát kötelezővé tenném, szerintem elképesztően jól meg van írva, és nagyon sok mindenre így rájön az ember visszamenőlegesen is, úgyhogy nagyon-nagyon szívből ajánlom mindenkinek. De szerintem még mielőtt belemennénk, hogy hogyan ismerhetjük fel és egyéb gyakorlati dolgokba, mik is pontosan ezek a szeretetnyelvek? Ötféle szeretetnyelvet különböztetünk meg. Egyik az elismerő szavak, a szívességek, a minőségi idő, az ajándékozás, illetve a testi érintés. Az elismerő szavaknál, hogyha így kibontjuk mindet így nagyjából, hogy ezek pontosan mit is jelentenek, az elismerő szavak esetében ott az adott egyénnek az a legfontosabb, hogy érezze, tehát hogy abból érzi, hogy őt szeretik, hogyha bármilyen pozitív megerősítés jön a társától. Tehát lehet ez egy külsőre tett dicséret, hogy milyen csinos vagy ma, lehet ez bíztatás, például, hogyha valakinek van valamilyen jó ötlete, hogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet, meg kellene valósítanod, vagy bármilyen olyan visszajelzés tényleg, ami az ő tevékenységével kapcsolatos, hogy ügyes voltál ma. Tehát akinek az elismerő szavak a szeretetnyelve, az ebből érzi, hogy őt szeretik, hogy ő pozitív megerősítéseket kap a társától. A szívességek esetében minden olyan dolog annak számít, ami megkönnyíti az adott embernek a mindennapjait. Tehát itt nem nagy dolgokra kell gondolni, hanem apróságokra, amivel leveszünk a másiknak a válláról. Tehát most én mosogatok el, most én mosom le a kocsit. Tehát, hogy minden ilyen apróság, ami könnyebbé teszi az adott napot. Igen, erre a szívességekre csak annyit, hogy ugye ez például azért is okozhat nehézséget, például, hogy egy nőnek ez a szeretetnyelve, de egy ilyen standard férfinői szerepekben gondolkodunk, akkor a férfiak sokszor nem ismerik fel azt, hogy a nőnek arra lenne szüksége, hogy néha mondjuk a férfi mosogasson el. Igen, és nagyon gyakran meg nem is kérjük. Tehát, hogy akinek ez a szeretetnyelve, ez... Tehát majd ezekről erre ki fogunk még térni egyébként, de hogy nagyon sok esetben nem kérjük, hogy segítsenek, és hogy ezzel is, tehát hiába működik jól a kapcsolat, ezáltal is üres marad ez a szeretettank, mert hogy nem kérünk, és nagyon sokszor ugye a másik meg nem tud miből rájönni, hogy nekünk mi a szeretetnyelvünk. Igen, de hogy itt azért is mondtam ezeket a példákat, tehát ugye standard szerepeknél maradunk, hogyha tudjuk, hogy a másiknak a szívességük a szeretetnyelve, akkor nyilván nem az a cél, hogy egy nő összevágja a fát,
vált, hanem hogy ilyen apróságokat, amiket ő is meg tud csinálni, és esetlegesen férfi munka lenne, azt le tudja venni a párjának a válláról is ugyanígy fordítva, tehát nyilván nem az a cél, hogy minden nap a férfi takarítson fel, hanem egy picit besegítsen ezekbe a dolgokba. A minőségi időnél az a legfontosabb, hogy annak az embernek, akinek ez a szeretetnyelve, az a rá irányoló figyelemből érzi azt, hogy ők szeretik, hogy őt szeretik. Tehát ez egy olyan közös tevékenység, amikor nem oszlik meg a figyelem. Tehát nem arról van szó, hogy együtt vacsorázunk, és közben szól a tévé, vagy mindketten a telefonunkat nyomkodjuk, hanem van szemkontaktus, különösen fontos szerephez jut a beszélgetés, és ez egy olyan együtt töltött idő, ami csak rólunk szól. De lehet ez bármilyen tevékenység kirándulás, de hogy ez minőségben együtt teljen. Tehát, hogy amikor a figyelem az csak az enyém, és érzem, hogy csak rám figyel a másik. A testi érintésnél pedig az a fontos, hogy a másik fizikailag elérhető közelségben legyen. Azok az emberek, akiknek ez a szeretet nyelve, biztos találkoztál már te is azzal, hogy van, aki úgy beszélget, hogy folyamatosan hozzád ér valahol, van, akinek ez nyilván zavaró lehet, de ha tudjuk, hogy ez létezik, mint szeretet nyelve, akkor könnyen megérthetjük azt, hogy valószínűleg neki ez a szeretet nyelve, és ő is azáltal érzi, hogy szeretve van, hogyha valaki egy kicsit hozzáér, vagy a párunk esetében, hogy letesszük elé a kávét, és gyengéden végig simítjuk az arcát. Tehát ezek is mind ilyen akár apró gesztusok, de nyilván ide tartozik az ölelés, a csók is, tehát bármi, ami fizikai kontaktust jelent egy párkapcsolatban. Itt azzal szokott félremenni a dolog, hogy a férfiak sokszor azt hiszik, hogy nekik a testi érintés a szex miatt, és ez azért gyakran tévútra viheti az embert. Gyakran tévútra vihet, igen. És valószínűleg, hogy a testérintés csak a másodlagos szeretetnyelvük, legalábbis sok esetben ez derül ki. Tehát pont, hogy a szex miatt azt gondolják, hogy nekik ez a legfontosabb, és akkor aztán, amikor beremerülünk ebben a témába, akkor kiderül, hogy de egyébként a párom dicsérő szavai nélkül biztos, hogy nem tudnék élni. És ilyenkor látszik nagyon jó, hogy persze, hát itt a dicsérő szavak lesz az elsődleges, és valószínűleg a testérintés pedig a másodlagos. Tehát itt erre nagyon, nagyon fontos odafigyelni, ezt nagyon jól látod, hogy igen, a szex miatt ez nagyon gyakran tévútra vezet a férfiaknál. Az ajándékozás az nem összetévesztendő az anyagiassággal. Tehát akinek az ajándékozás a szeretet nyelve, nem azt jelenti, hogy ő anyagias. Tehát itt nem arról van szó, hogy ma gyémánygyűrűt szeretnék holnap pedig egy luxusautót, hanem pici apróságokról. Tehát amikor azt érezhetjük, hogy a másik gondolt ránk, hozott nekünk egy csokit, hagyott nekünk egy kedves üzenetet, és nagyon sokszor az is a szeretetnek az érzéséhez tartozik, amikor látjuk azt, hogy a másik mennyi energiát rakott bele az ajándékba. Tehát, hogy mondjuk személyre szóló ajándékot keresett vagy készített, tehát akinek az ajándékozás a szeretet nyelve, annak ez is nagyon-nagyon fontos, hogyha látja azt, hogy abba energia lett rakva, hogy ő meg legyen ajándékozva. Igen, amúgy ez tényleg nagyon fontos. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy nekem mi az elsődleges szeretetnyelvem, és még mielőtt így belástam volna magam a témába, én a gesztusokat fogalmaztam meg magamnak. És aztán, amikor így olvastam ezt az öt szeretetnyelvet, így gondolkodtam, most akkor az ajándékok, vagy a szívességek, mert ugye lehet vegyíteni is, de valahogy így nem tudok kiragadni a kettő közül egyet, mert valahogy az a fontos, hogy lássam a gesztust a dolog mögött. Szóval, hogyha egy olyan szívességet tesz valaki, ami mögött van egy kedves gesztus, akkor én azt nagyon tudom értékelni, hogy olyan ajándékot ad valaki, ami mögött van egy gesztus, amiben van energia beletéve, az nagyon, nagyon kedves tud lenni. Ez hogy működik másoknál? Igen, van, aki egyből rávágja egyébként, és nagyon is jól tudja, hogy mi az ő szeretetnyelve, de van, akinél ez nehezebb, meg nagyon sokszor nem tudjuk az elsődleges, meg a másodlagos közül eldönteni, hogy mi a mi szeretetnyelvünk. Érdemes azt megfigyelni, hogy tényleg mi az, ami nekünk a legjobban esik, mint ahogy ezt most te is mondtad, hogy te mi az, amit leginkább értékelni tudsz. Mi az, amire leginkább vágyunk, tehát hogy ez is nagyon-nagyon fontos, hogy lehet, hogy nem kapjuk meg, de egyébként nagyon vágyunk rá. Mi az, amit leggyakrabban kérünk például, és az is nagyon árulkodó lehet, hogy mi
hogyan fejezzük ki a szeretetünket, hiszen nagyon sokan azt adják, amire nekik valójában szükségük van. És egyébként itt is félre tud menni egy kapcsolat, hogyha például valakinek a minőségi idő, a szeretet nyelve, a másiknak meg a szívességek, ő folyamatosan a kedvében jár a kedvesének, folyamatosan próbál róla terheket levenni, és azt hiszi, hogy ő ezzel kimutatja a szeretetét, hiszen neki az lenne a szeretet nyelve, míg a másik arra vágyik, hogy kiránduljanak, hogy beszélgessenek, hogy együtt vacsorázzanak, és mindketten azt hiszik, hogy adnak a másiknak szeretetet, közben meg nem. És erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy mi az, amit mi adunk, vagy mi az, amit adott esetben a másiktól kapunk, mert akkor valószínűleg ő is arra vágyik. Ugyanakkor létezik egy szeretetnyelvteszt is, egyébként ez az első kötetben benne van ennek a végén, tehát akár ezt is érdemes lehet kitölteni, vagy megfigyelni a szeretetnyelvnek a negatív használatát. Tehát, hogy nagyon sokszor az elsődleges szeretetnyelvünk negatív használata mélyen meg tud minket sebezni, hiszen az az elsődleges szeretetnyelvünk, és hogyha az ellenünk fordul, az igencsak nagy traumákat tud okozni. Tehát azt is érdemes megfigyelni, mivel lehet minket a legjobban megbántani. Azonban van két eset, amikor tényleg nagyon nehéz megállapítani, hogy kinek mi a szeretetnyelve. Az egyik az az, amikor már annyira régóta szeretve vagyunk, és tele van a szeretett tank, és a kedvesünk az nagyon sokféle módon mutatja ki szeretetét, és nagyon nehéz elkülöníteni, hogy akkor most melyik is a mi szeretetnyelvünk. Mondjuk ez a jobbik eset. Ez a jobbik eset, a másik, meg amikor már valaki annyira régóta egyedül van, és annyira üres az a szeretett tank, hogy azt se tudja, hogy milyen, az, milyen volt az, amikor őt szerették. És ilyenkor érdemes, ilyenkor is feltenni a kérdéseket, hogy mi az, amire vágynánk, milyen lenne egy ideális altárs a számunkra, ezek mind-mind segíthetnek megtalálni a saját szeretetnyelvünket. Nekem szerintem az segített a legjobban, hogy én hogyan kommunikálok, és ez nem feltétlenül csak párkapcsolatban, hanem akár a barátaimnak, vagy a szüleimnek hogyan próbálok örömet okozni, illetve a szülőknél még az, hogy én gyermekkoromban hogyan tapasztaltam meg az ő szeretetüket, mert ez nagyon árulkodó volt, hogy a mi családunkban nem a testi érintések vagy a szavak, hanem a gesztusok voltak mindig a kifejezőek, és hogyha ezeket így végigpörgeti az ember, akkor azért nagyon sok minden ki tud világosodni. Igen, hiszen ugye szeretett nyelvünket ezt innen hozzunk, és ez jellemzően nem változik egész életünk folyamán, tehát hogy a szeretett nyelvünk, főként az elsődleges szeretett nyelvünk az ugyanaz marad végig. Mondtad ezeket a negatívumokat, amik nagyon mély sebet tudnak okozni, hogyha rosszul használjuk a másiknak a szeretetnyelvét. Az egyes szeretetnyelveknél ez hogyan jelenik meg? Mi az, ami a legrosszabbul esik azoknak, akiknek mondjuk a dicsérő szavak a szeretetnyelve? Nyilván ez egyénenként változó, hogy kinek hol van a tűrés határa. Tehát, hogyha valakinek az elismerő szavak a szeretetnyelve, nyilván neki folyamatosan szüksége van a pozitív megerősítésekre. Nyilván ez jöhet egy belső bizonytalanságból is, de hogyha ez a szeretetnyelve, akkor ő ebből táplálkozik. És hogyha valakit elkezdenek becsmérelni és sértegetni, tehát túlmennek egy olyan határon, ami az már tényleg úgy érzi, hogy az már a fájdalom küszöbe. Tehát például ezzel, mondjuk a testi érintés esetében, hogyha valakit sosem ölelnek meg, hogyha eltolják maguktól, hogyha nem kérnek belőle. A minőségi időnél az, hogyha ha beszélgetünk, de én közben a telefonomat nyomkodom, tehát nem tisztelem meg a figyelmemmel. Az ajándékozásnál az, hogyha soha nem figyelek oda arra, hogy na valamivel meglepjen, vagy annyi nem telik ki a másiktól, hogy egy kedves üzenetet elküldjön például. Tehát, hogy nyilván itt ez egyénenként változó, de hogy mindennek az ellentetje, ami pont, hogy a szeretetet kellene adja, az annak a fájdalmat, tehát az okozza a fájdalmat. Akkor szerintem az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tanulhatjuk meg a tőlünk távolálló szeretetnyelveket. Nyilván az alapvetően egy jó dolog lehet, hogyha mondjuk mind a kettőnknek a testi érintés a szeretetnyelve, bár a könyvben olvastam olyat is, hogy valakinek ugyanaz volt a szeretetnyelve, és mégsem tudták egymásnak kifejezni. Szóval akár ez a probléma is felléphet, ez hogyan tud működőképessé válni, hogyha már ismerjük ezt, hogy mi az, hogy szeretetnyelv, már fel is ismertük azt, hogy mi a magunk és mi a másiké. Igen, tehát mivel van egy elsődleges és egy másodlagos szeretetnyelvünk jellemzően, az azt jelenti, hogy 5-ből 2-t már viszonylag jól ismerünk, vagy legalábbis közel áll hozzánk, tehát marad 3, amit úgymond meg kellene tanulni. De ugye szeretetnyelvekre is, mint egy bármilyen nyelvtanulásra igaz az, hogy lépésenként elsajátítható.
És nagyon-nagyon fontos az, hogy mi eldöntsük, hogy mi szeretni akarjuk a másikat. Tehát ugye szeretet az ugye egy döntésnek, egy szabad döntésnek, a szabad akaratnak a kérdése. Tehát kérni lehet, kikövetelni nem. És ha én eldöntöm, hogy szeretni akarom a másikat, akkor én tenni akarok azért, hogy neki teli legyen a szeretett tankja. Mert jó eséllyel, ha neki teli van a szeretett tankja, akkor ő is majd ugyanúgy ki fogja mutatni az én szeretet nyelvemen azt, hogy ő szeret engem, tehát legalábbis így fogja velem éreztetni. És tehát mondjuk mondod, hogy ha te nem hozod mondjuk családilag a testi érintést, mint szeretett nyelvet, és mondjuk a párodnak meg a szeretett nyelve a testi érintés, akkor végig lehet gondolni azt, hogy mik azok a módok, ahogyan én ki tudnám az ő nyelvén mutatni az én szeretetemet. És akkor tényleg kezdve ott, hogy tudatosan figyelek arra, hogy többször ölelem meg, figyelek arra, hogy végig simítsam a karját, vagy hogyha társaságban vagyunk, akkor megfogjam a kezét például. Tehát rettenetesen fontos a tudatosság. Itt önfegyelemre van szükség, itt fejlődni akarásra van. És kitartásra. Kitartásra van szükség, és tényleg azért csinálni, mert én szeretem a másikat, és szeretném elérni ennek a valódi, ennek az igazi szeretetnek az állapotát. És hogyan érhetjük el azt, hogy a másik a mi szeretet nyelvünkön kommunikáljon? Ugye nyilván, hogyha nem homlokzatóvan fogunk kommunikálni, akkor valószínűleg visszás lesz a másik számára, és ezzel, hogyha nem kérünk, akkor hanem mondjuk parancsoljuk azt, hogy nem tudom, mosogassál, akkor egy kötelességnek fog érezni a párnak, és nem azt, hogy így tudja a szeretetét kifejezni irántunk. Én azt gondolom, hogy ez akkor működhet jól, hogyha a pár mindkét fele ismeri azt, hogy mi az, hogy szeretett nyelv. Tehát én azt gondolom, hogy itt kezdődik, hogyha mi tudjuk, akkor megismertetjük a párunkkal, hogy ez létezik, hogy ilyenek vannak, és hogy ez az öt szeretett nyelv van, és lehet erről beszélgetni. Mert nyilván, hogyha fenn akarjuk tartani ezt a kapcsolatot, fenn akarjuk tartani ezt a meghitt szeretetet, akkor nagy szükség van arra, hogy mit tegyünk ezért. És jól mondott, tehát követelni nem, tehát hogy azzal nem megyünk semmire. De hogyha mi bevezetjük abban, hogy nekünk a szívességek a szeretett nyelvünk, és nagyon jól esik, amikor bókolsz nekem, de valójában én abból érzem, hogy szeretsz, hogyha te megteszel nekem valami apróságot, amivel könnyebbé teszed a napomat. És ne azért tedd meg, mert muszáj, hanem azért tedd meg, mert szeretsz és szeretnéd, hogy nekem jobb legyen. És én is meg fogom tenni neked azt, amiből viszont te érzed azt, hogy én szeretlek. Tehát én azt gondolom, hogy a kommunikáció az rettenetesen fontos. Tehát, hogy nagyon sok párkapcsolat ott megy el, hogy nem beszélgetnek eleget egymással, vagy nem minősége ez a beszélgetés. Nagyon sokan nem azon melegében oldják meg a problémákat, nem szólnak, hogy ezzel most megbántottál, hanem viszik a mának a kudarcát át holnapra, és gyűlik, és akkor egyszer csak robban. Akkor ott sokkal tudatosabb megoldás lenne, hogyha azon melegében meg tudnánk ezt beszélni, és azt gondolom, hogy a kommunikáció, tehát hogy mondani kell, tehát meg kell azt beszélni, hogy kinek mi a szeretett nyelve, de nyilván ehhez szükséges kellő nyitottság mindkét fél részéről. Igen, meg hogyha lehetőséget adunk a másiknak, akkor az nem parancs, hanem tényleg egy kifejező eszköz. Pontosan. Adunk a másiknak a kezébe is. És igen, nehéz az, hogyha mondjuk csak egy lehetőséget adunk, akkor lehet, hogy a másik nem fog azzal élni. És akkor lehet, hogy még tovább görgetjük magunkban ezt a negatív dolgot, de hát ez ennek igen, viszont jelzésértéke van, hogyha a másik ezt nem veszi figyelembe, hogy nekünk mi az, ami jól esne, vagy mi mitől érezzük azt, hogy szeretnénk. Igen, mondjuk a könyvből bennem az is nagyon megragadt, hogy az is nagyon megmaradt, hogy azt írta, hogy tehát a megbocsátás mennyire fontos. Tehát, hogy lehet, hogy ugye nagyon kiürült a szeretett tankunk, és sok negatív visszacsatolást kaptunk a párunktól, tehát nem is szándékosan, de annyira magunkkal visszük ezeket a negatív dolgokat, hogy hiába változik valami, egyszerűen nem tudjuk úgy kezelni. Tehát nagyon fontos, hogyha mondjuk megismerkedünk ezzel a módszerrel, akkor először megbocsájtunk a másiknak. Így van, hiszen ugye valódi szeretetben van megbocsátás is, hiszen tehát hogyha valakitől szívből bocsánatot kérünk, szívből elnézést kérünk, akkor valószínűleg tenni is fogunk azért, hogy azt a sérelmet jóvá tegyünk, és hogyha van szeretet, akkor van megbocsátás is, tehát ezt nagyon-nagyon jól mondod, hogy ez különösen fontos, és elfogadni azt, hogy senki sem tökéletes, én sem vagyok tökéletes, meg a másik sem tökéletes, és ér hibázni, csak nem mindegy, hogy ezekből a hibákból tanulunk-e. Én azt gondolnám egyébként, hogy az a különösen nagy kihívás, amikor a szerelem elmúlik,
egy párkapcsolatba, és hogy mi van utána. Mert ugye amíg szerelmesek vagyunk, ugye addig mi történik? Szinte alig tudunk a munkánkra koncentrálni, leszáll ez a bizonyos rózsaszínköd, nagyon önzetlenek vagyunk, úgy gondoljuk, hogy mi soha nem tudnánk bántani a másikat, és keletkezik egy ilyen eufórikus boldogság, ami azt az illúziót kelti, hogy hát ez a szerelem soha nem fog elmúlni. És akkor nagyon sokan ugye összekötik az életüket, eltelik egy kis idő, és akkor felteszik maguknak a kérdést, hogy de hogy mi miért házasodtunk össze, hiszen annyi különbözőség van bennünk. És ezek a különbségek ott voltak előtte is, csak nyilván a rózsaszínköd miatt kevésbé voltak láthatók, és itt jön az igazi kihívás, hogy amikor a szerelem érzése elmúlik, megteremteni ezt a valódi, igazi szeretetet, amihez viszont a szeretetnyelvek egy nagyon jó út. És tönkretelt egy párkapcsolatot vagy egy házasságot az eltérő szeretetnyelvek? Mert ugye sok buktatója van az, hogy másképp kommunikálunk, mi megpróbáljuk kifejezni a szeretetünket, de a másik nem értékeli, vagy akár az, hogy túl sokáig, túlságosan kiürült a szeretettankunk, és már semmiféle módon nem tudunk a másiknak szeretetet közvetíteni. Tehát azért vannak buktatók, amiken, tehát így nem annyira nehéz, vagy nem annyira könnyű át, amiket nem annyira könnyű átugrani. Ez így van. Nem gondolnám, hogy erre van egy egyetemes válasz, hogyha valakinek, vagy hogyha egy párnak különbözik a szeretetnyelve, akkor ez biztos, hogy nem lesz egy élhető kapcsolat. Van, akinek működik, és valakinek nem. Tehát, hogy én visszakapcsolódnék az előzőekhez, és én azt mondanám, hogy ez döntés kérdése. Hiszen nekünk magunknak is arra van szükségünk, hogy valaki a szabad akaratából döntsön úgy, hogy szeret minket, és lássa meg bennünk a szeretetre méltót. És nyilván ez párkapcsolatonként eltérő, hogy amikor mondjuk megismerkednek a szeretetnyelvekkel, akkor mi van mögöttük? Tehát, hogy mennyire üres az a szeretettank? Van-e még esély a megbocsátásra? Látják-e még azt az embert a társukba, akibe beleszerettek? Fel tudják-e még idézni, hogy miért szerettek bele, hogy miért volt jó? Tehát, hogy ez is mérlegelés és döntés kérdése, hogy én akkor akarom-e szeretni a másikat mindennek ellenére, és akarok-e tenni ezért a kapcsolatért? Persze, tehát hogy így, ahogy mondod, hogy vannak ebbe buktatók, de választás kérdése. Nem biztos, hogy mindenkinek működik, akkor sem, ha úgy dönt, hogy megpróbálja, de hogy alapvetően ez lenne a dolognak a kulcsa. Még egy buktató jutott eszembe, amit szintén a könyvben olvastam, hogy ugye sokáig rosszul működött a házasság az eltérő szeretetnyelvek miatt, kiürültek a tankok, és jött egy harmadik fél, aki mondjuk pont azt közvetítette, amire szüksége volt annak a félnek. És nyilván sokszor ez csak egy rövid ideig tartó állapot, ez csak egy fellángolás, és emiatt képesek vagyunk ugye elhagyni az aktuális párkapcsolatunkat, házasságunkat. Ezt hogyan kezeljük jól? Igen, tehát, hogy amikor már üres a szeretettank, és belép egy harmadik fél, akiben meg azt látjuk, hogy na most ez csordultig tudja tölteni, tehát itt is azt gondolom, hogy érdemes azt végig gondolni, amit az előbb a szerelemmel kapcsolatban beszéltünk, hogy vajon csak a rózsaszínköd miatt látjuk-e annyira tökéletesnek most ezt a harmadik felet, vagy neki is ugyanúgy ott vannak esetlegesen azok a hibái, rigolyái, amivel nem biztos, hogy együtt tudnánk élni. Tehát nyilván, tehát hogy ez is mérlegelés kérdése, hogy nekem ér-e annyit, hogy most előről kezdjem valakivel, megvárjam, míg eltelik az az idő, hogy akkor felszálljon ez a rózsaszínköd, hogy elmúljon ez az új szerelemmel járó érzelmi hullámverés, vagy pedig azt mondom, hogy maradok a párkapcsolatomnál, és megpróbálok ebbe az értelemnek és az érzelemnek egy tökéletes összhangját megteremteni és még feléleszteni. Tehát, hogy nyilván a könyvben is leginkább ugye sikersztorikat említ, ahol ugye sikerült ezzel megmenteni a házasságot, de biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinél működőképes. De azért motiváló sikersztorikat olvasni, úgyhogy higgyük el azt, hogy működőképes. Így van. De köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, szerintem egész jó bevezetőt adtál a szeretetnyelvekbe. Köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk a következő epizódban is. Sziasztok!